Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Durai Miklós, felvidéki író, politikus együtt vehették át a kitüntetést Budapesten festői környezetben. Az Emberi Méltóság Tanácsa pártfüggetlen civil szervezet, amelynek tagjai neves közéleti személyiségek, tudósok, művészek és sportolók. Olyan személyeket jelölnek kitüntetésre, akik áldozatos munkájukkal hozzájárulnak az emberi méltósághoz való jog érvényesítéséhez. Idén Pásztor István a VMS elnöke részesült kitüntetésben. Azt szokták ilyenkor mondani, és én valóban azt is gondolom, hogy ez a díj ez részben engem illet, más részben pedig azokat illeti, akikről ez az egész történet szól, a vajdasági magyar közösséget. Én hiszek abban, hogy ennek a mondatnak igenis megvan a valóság tartalma. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mellett kitüntetésben részesült Durai Miklós közíró, felvidéki politikus. Hogyha számbe veszem azt, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember elismerésben részesüljön, akkor elkezdhetem számba venni mindazt, ami körülöttem van, mindazt, ami mögöttem van, és akkor eljutok a társadalmi háttérhez. Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke beszámolta a közeljövő terveiről is. Egy kápolnát, az Emberi Méltóság kápolnáját szeretnénk Szabadkán felállítani. Pásztor István elnök úrtól kértünk segítséget. Elképzeléseink szerint az Entai úti temetőben kerülhetne sor ennek a kápolnának a felállítására. Az emberi méltóságért kitüntetésben eddig részesült Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi, Törőcsik Mari színművész, Tamás Aladárné a nemzet tanítónénie, Kozma Imre atya, Tőkés László erdélyi politikus és Jókai Anna író.